A szekszárdi jelöltekről Kulcsár Ágnes, a Szekszárdi Helyi Választási Bizottság elnöke számolt be. A Fidesz-KDNP polgármesterjelöltje Berlinger Attila és 10 képviselőjelöltet vettünk nyilvántartásba. Az éjjel Szekszárd polgármesterjelöltjeként Bomba Gábort vettük nyilvántartásba, és ugyancsak 10 képviselőjelöltet. A Demokratikus Koalíció polgármesterjelöltet nem állított, 8 képviselőjelöltet állított. A Mi Hazánk Mozgalom polgármestere jelöltje Tóth Endre. Ők is mind a 10 egyéni választókerületben állítottak képviselőjelölteket. Kompenzációs listát a Szekszárd a Mi Városunk Egyesület kivételével a többi jelölő szervezet állított. Szekszárd a Mi Városunk polgármesterjelöltet nem állított, és 6 képviselőjelöltet állított. Függetlenként állított polgármesternek nem volt meg a szükséges ajánlások száma, így nem tudott polgármester, nem tudtuk nyilvántartásba venni polgármesterjelöltként. Egy képviselőjük visszalépett, így 3 képviselőjelöltje van a 5 függetleneknek. Tolnán 3 polgármesterjelölt vitte el a gyűjtőíveket. Mindhárman visszahozták ezeket, azonban a szükséges mennyiséget csak Berta Zoltán, a Fidesz-KDNP és Balogh Zoltán, a Tolna Városért Egyesület jelöltje érte el, így Kern Zoltán független jelölt nem indulhat. Tolnán 8 választókerületben állít képviselőjelöltet a Fidesz-KDNP, a Tolna Városért Egyesület és a Mi Hazánk Mozgalom. A 3-as és a 8-as körzetben pedig indulnak független jelöltek is. Kompenzációs listát a Fidesz-KDNP, a Tolna Városért Egyesület és a Mi Hazánk Mozgalom állított. Bonyhádon Filóné Ferenc Szibolya, a Fidesz-KDNP, Száraz Zoltán pedig az Őszintén Egyesület polgármester jelöltje. Mind a 8 egyéni választókerületben indít jelöltet a Fidesz-KDNP, az Őszintén Egyesület és az Egységben a Városunkért Közéleti Egyesület. Bonyhádon 3 kompenzációs mandátumot lehet elnyerni. Ilyen listát is mind a 3 előbb felsorolt szervezet állított. Dombóváron polgármester jelöltként Pintér Szilárdot a Fidesz-KDNP színeiben és Szabó Lórándot, a természetesen Dombóvár jelöltjét vette nyilvántartásba a választási bizottság. A 8 egyéni választókerületben ez a 2 szervezet indít egy-egy jelöltet, továbbá kompenzációs listát is ők adtak le.